ezen a friss hajtáson láthatjuk, hogy a lemosózás ellenére is megmaradtak a levéltetvek, úgyhogy újra kell permetezni a növényt. Hamvas Attila azt mutatja, hogy tetvek támadták meg az alma virágát. A Tiszavasvári biogazdaságban nem csak a tetű, hanem a moly is támad. A tulajdonos hozzátette, túl vannak két lemosó permetezésen, de ennek ellenére komoly károkat okoztak a levéltetvek és a lisztharmat. Két napja raktuk ki a múlt csapdákat, és már a második napon az egyik e, fajta csapda tele volt molya, ez a alma levél aknázó moly. Úgyhogy ezzel ellen kell védekeznünk a héten feltétlen, mert a felvételek tanulsága szerint rengeteg van már. E, valamint megjelent a lisztharmat a fiatalágokon és a Enyhetél miatt a levéltetvek is sajnos már kezdenek feljönni a fára, mert át tudtak telelni, nem pusztultak el kellőképpen. Tetvek vannak ezen a nyírt elki almafán is, itt is komoly gondot okoznak a kártevők. Ha a gazdák időben észreveszik és a megfelelő szerekkel kezelik a növényeket, elkerülhető a jelentősebb termés kiesés. A fák többsége még zöld vagy piros bimbós állapotban van, ez azt jelenti, hogy most fokozottan érzékenyek a betegségekre. Jelenleg a, az enyhe télből kiindulóan, illetve a, a gyenge mínuszok Minuszos időjárások miatt a tavaly a Mészhalmaton megmaradt levéltető maradványokból figyelnünk kell az ültetvényekre, a levéltető fertőzésekre. Ezekre, ha nem figyelünk oda, nem használunk most olyan szereket, amelyekkel ki tudjuk ezeket írtani, akkor erős fertőzésnek lehetünk majd a Szentroni egy egy-két héten belül. A betegségek mellett még egy veszély fenyegeti a gyümölcsös kerteket, május elején hagyományosan van egy-két fagyos éjszaka, az még komolyan tizedelheti az idei termést.